Több tucat népi hangszert mutatott be a Gyulai Vigadóban Birinyi József. A mai műsort a vele készült összeállítással indítjuk. Utána némi repülés és zenetörténeti kitekintőt teszünk a felsőfokú zenei végzettséggel bíró Cigány Ildikóval, aki az ország első olyan női pilótája volt, aki utasszállítógépet vezethetett. A folytatásban egy virtuális sétát tartunk a Kohán képtárban, ahol már zajlanak a Magyar Géniusz kiállítás előkészítő munkái. A műsor végén régebbi felvételeink közül válogatunk. József néprajz és népzenekutató síppal, dobbal című interaktív hangszer bemutatóját láthatták a napokban a Vigadóban. Az esemény az Illés Panna népdalkör produkciójával kezdődött, majd azt követte a hangszer bemutató koncert. Az előadásról Birinyi Józseffel beszélgettünk. A Viharsarki népzenei regionális találkozóra hívtak ősszel eredetileg, de most sikerült realizálnunk, ugye a vírus helyzet miatt a jelenést a hangszer bemutató síppaldobbal hoztam, vagy 60-70 hangszert magammal. Nem úszta meg a közönség, ezt mind meg fogom szólaltatni, mindegyikről beszélek, és még közösen fogunk zenekart alakítani, énekelni, játszani, úgyhogy kinek-kinek idősebbek előbb is abba hagyhatják, mert mozgásos játékok is lesznek, de úgy tudom, hogy Repiszki Dánielék szerveztek gyerekeket, iskolásokat is, úgyhogy lesz szarkatánc, ügyességi verseny, mindenféle egyéb csoda, de alapvetően a magyar történeti népi hangszerekről egy átfogó képet próbálok a következő másfél-két órában festeni. Birinyi gyűjtemény, ez a családi gyűjteményünk szerényen, 1975-ben jött létre, édesapámmal közösen kezdtük el a gyűjtést, illetve a hangszerkészítést is, és bátyám is csatlakozott ehhez, aki szintén népi iparművész hangszerkészítő, mindenféle egyebekkel megvan áldva. Hegedülni, citerázni tanultunk először, énekelni természetesen, és nem úgy volt, hogy nem kaptunk vacsorát, ha nem tanultunk meg egy-egy dalt, hanem apánk ugye zenekarral rendelkező primás ember volt, és hát teljesen természetes volt, hogy azt a varázslatot láttuk, hogy úgy táncolnak az emberek, ahogy ő fütyül, de nem kényszerre, nem parancsra szeretetve, hanem jó érzéssel mulattatva, és hát ez az embert megragadja, hogy miben áll ez a nagy csoda, és hát megpróbáltam én is, úgyhogy eljutottam vagy 60-70 hangszerig, most 1365 darab hangszer van a gyűjteményemben, ami a legnagyobb a közép-európai részen, Magyarországon biztosan történeti népi hangszerekből. A Néprajzi Múzeum népzenei osztályát 10 évig vezettem, nem onnan vittem a Birinyi gyűjteménybe a hangszereket, az előtte, illetve utána gyarapodott, ott 1250 hangszer van. Darabszám tekintetében a miénk magasabb, természetesen ott néhány régebbi példány is van, de a gyűjteményben is, amelyből kiállításokat is szoktunk szervezni nálunk is, tehát a 17. századtól kezdve ázsiai hangszerektől nagyon sok érdekes kuriózum van, gyufaszál, brácsa, hegedű, zsebhegedű, dudaszintetizátor, mint a legmodernebb népi hangszer, ilyen értelemben, ami a 80-as évek fejlesztésének a következménye, tehát ez már nem eredeti népi hangszer, de mai további formát mutatja, amit oktatásban, sőt, hát a
könnyű zenében is használják még ugye a Duda szintetizátort, mert nem hangolódik el, nem kell pokorra menni annak, aki ezzel akar játszani. Egyszerre szólal meg a kettő, az egyik a dalamat lehet muzsikálni együtt, tehát hangterjedelemmel, a másik a bim-bam, bim-bam, bim, alsókat szólal meg. És ez a hosszú szár fenyítő eszköznek is jó, a rossz gyerekek esetében különösen. A felnőtteknél még inkább a klasszot várja a sodrófával, a órát, hogyha esetleg kicsapokban később érkezik haza. Erre a dugasík szám, vagy bordó, vagy basszus, vagy burdon szám is tökéletes volt. Azonban ez a nagy bűnőt helyettesíti, két oktával mélyebben az alaphangot hagyja. Ugye folyamatosan így szólt. Falra tették a Dudát, szögre akasztották a kecskét, ahogy mondták, nyakánál fogva, madzagra tették, amikor nem használta a Dudás, és olyankor is megnyekkentek a sípok, amikor nem jött hozzá senki, kitágult, összehúzódott a bőr, a kiáramló levegő megnyekkentette a sípokat, a vénasszonyok azt mondták, hogy vigyázni kell a Dudásra, három napja nem fújta a hangszerét, mégis megszólalt, biztosan ördöggel cimborál. Persze a kecskefejet is könnyen lehetett, főleg ilyen szép fekete dióból volt faragva, lehetett ördögfejnek nézni. Doromtól, apróságoktól, körtemuzsikától, ugye csak a jó gyerekeknek szólal meg, kipróbálom magam. Sajnos eltörött, lejtettem, nem a gyerekek voltak figyelmetlenek, hanem én legutóbb, amikor csomagoltam össze. És egy cseréből van, diónyi nagyságú leesett. Öt felé tört meg apró szilánkokra, úgyhogy picit a ráncok a szemem alatt annak köszönhetők, hogy fél éjszaka próbáltam összeragaszgatni nagyítóval, és hát jelentem sikerült, úgyhogy kocsiba szállva parkolóban, amikor megálltam, akkor már megszáradt, és szól, tehát meg fog szólalni szintén. A Dudával kezdem mindig a bemutatót, két oknál fogva, ez hangolódik el leggyorsabban. Ha sokat beszélek, akkor még megfőjöm, lehet, hogy már hamis is lesz, de ezt is hallják majd. A másik ok pedig az, hogy a magyar történeti és népzenére ez a fajta hangzásvilág jellemző. Egy személyben egy teljes zenekart próbál a zenész, a muzsikus, az énekes, a Dudás utánozni. Ez azt jelenti, hogy van dallam, tehát akkor hegedű vagy fogő vagy ének, ugye szólam része, dallam része, van egy kontra, bim-bam, bim-bam, ugye, ami mondjuk ha hegedűre vagy a vonózenekar vetik, egy rácsára kontrán megfelel meg, és a nagy bőgőt helyettesítő szár, nem harmóniákat játszik, hanem folyamatosan, vagy az alaphangszó két utána mélyebben, vagy a bim-bam, bim-bam, do, szó, ez a tuda ritmizálás hozzá, ezt halljuk közben, és egy után hangterjedelem pedig a dallam, nem akarok énekórát tartani, de azért annyit, hogy amikor azt halljuk, hogy dudanóta, arra kell gondolni, hogy egy oktávnál nem nagyobb hangterjedelmű, csupa negyed, csupa nyolcad, egyszerű ritmusból álló dallam. Ezt a típusú műsort, a hangszerbemutatót bölcsődétől, óvodától, akadémiától, mikroszkóp színpadtól, rosszkidei rockfesztiváltól, Ázsiától, Észak-Afrikáig, mindenhol csináltam szinte a világban, és mindenhol sikerre ítéltetett, mert hogy a zenebohóc nem játszik ugye ennyi hangszerrel egymását. Van másikban is 12-15 hangszer volt, nálam 70 van, de természetesen nem a ebbéli oldalát emelem ki, viszont kellőképpen szórakoztató, tehát aki a népzenét nem ismeri, vagy ne adj Isten előítélettel van iránta, azok is szeretni szokták, mert hogy élményt ad. Játék van, közvetlenség van benne, és hát a zene a sötétségben is utat mutat, mint mondom mindig. Magyar népzenében két olyan daltípus van, mert nincs alkalmazkodó ritmus, már mint, hogy nem születkez alkalmazkodik a ritmus. Az egyik bizonyos gyermekdalok, a másik pedig a dudanóta. Azt mondja, aki dudás akar lenni, mintha az útenger nyomnál szót adunk ki az emberből, de ez a hangszer miatt van, mert csupa negyedeket játszik rajta, tehát itt nem lehet, hogy folyamatosan szól, egy fújánál tudok szaggatni, itt pedig fölfújom ugye a kompresszort, a gumimatracot, vagy a kecskebőrt, és aztán szólna. Egy picit még azon nyekergetem, hogy halljuk a hangját, és ne csak én beszéljek. Ez a állásítás volt. Pálinkát nem ütöttem bele. November, december tájékán, amikor a nád kezd kiszáradni, és ilyen szép sárgás színe lesz, már nem zöld, a zöld nádból is lehet sípot csinálni, csak az elfonnyad.
A kiszáradt nádból viszont fantasztikus jó sípót lehet. Következőt kell tenni, levágni egy vastag formonádat, lehetőleg a tövényből, két bütyön között kitisztítani, bevágni éles késsel, nem miszítelni, hanem egy lájadba kell vágni. Föl kell hasítani, ugye a asszonyságokra is mondják, hogy jól felvágták a nyelvét, amikor kelepernek, ugye, és be nem áll le legővétel nélkül is megy ez időnként, ezt a férfiak tudják, hogy a férjek még inkább, ha rászolgálnak különösképpen, de mindazzal együtt. Fel kell hasítani a nyelvét, a nád erezete ilyen irányú, szál irányba megy. Vigyázni kell a felhasítást, nem nyelvi lehasadjon, vagy égig hasadjon, mert akkor lehet a mutatványt előről kezdeni, és a 102. egészen jól szokott sikerülni. Ha csak nem a csutorástábor hangszerkészítő foglalkozással megtanuljuk, mint hogy itt is voltak néhányan, akik már kipróbálták. Viaszt kell tenni a végében, mint a pogácsa szakadást, mert viaszt meggyújjuk, kiszakadjuk belőle, tompa ceruzával, fadarabkával nekitömködjük, mert ha szemteszünk, akkor megfújjuk, akkor kirepül a dugó, nem hangszerezés újjáték, köpőcső lesz belőle. De most nem ez a lényeg, hanem hogy a felhasított nyelv alá préseljük a levegőt, hanem... Lenyelni meg érdemes, mert onnantól kezdve csak így tudunk beszélni, úgyhogy ez nem egy bűnös dolog. De mindazzal együtt ennek a hangszernek a lelke maga a nád síp, a nádból készült síp, tollból és bodzafából is készítettek hasznosuló sípokat. Elkészítettek egy kisebb sípot, beletették egy vastagabb nádszárba. Ha megfelelő helyre cigaretta csikkel vagy késsel égették, faragták ki a lyukakat, akkor szépen felismerhetően dallamot is lehet muzsikálni vele. Ki tud olyan kiszámolót, gyerekek, nagymamák, derékhal egyaránt ismerheti, ami a nád síp hangját csúfolja, úgyban, hogy dídádú, lényegre emlékeznek, de nem így kezdődik. Hogy kezdődik? Síppartokban, akkor még menjünk vissza egy kicsit az elejére. Lementem a pincébe. Na, aki tudja egyszerre, mondja, arrébb egy mikrofonban, hogy egy kicsit van, hogy tessék figyelni. Lementem a pincébe, kajás üvegeti, utána ért papák anyám hátba beregeti. Nád közé fújta, nád sípot fújta, azért sípon pincot, Ivárú, te vagy az a nagy szájú! Hazamegyek meg, hogy ezt nagyon kicsúfoltak ügyek. A mikrofontól egy picit arrébb is állhatok, mert hogy a nád sípot egyébként, ugyanúgy mint pannát, Bartók fedezte föl. Ugye 1906 nyarán járt Gyulán, és nem sokkal előtte gyűjtött Vésztőn, illetve Győr környékén. Tehát az egyik első gyűjtésének helyszíne Gyula volt, amire büszkék lehetnek a gyulaiak. És ráadásul több mint 80 népdalt gyűjtött ettől a 18 éves cserédlánytól, tehát egy nagyon dalos pacsirta volt, feltetőleg szerte való is, úgyhogy ez mindig inspirálódhat az énekben, meg a gyűjtésben is természetesen. Na de, Bartók Béla Erdélyben találta meg először románoknál a nádsípot. Majd az Alföldön, Dévaványán, meg máshol, hát ahol dudás volt, mindenhol volt nádsípos is. Miért? Mai zeneiskolás kifejezése élde, ez volt az előképző hangszer. Ezen tanulták meg a síp faragását és az újabb billegtetését. Na akkor aki tudja azt a dalt, amit fújok, az önbizalmat, ha tessék megerősíteni, hogy megismeritek, akkor lehet tudorászni együtt velem. Thank you.
zenetörténésznek tanult az ismert rádiós műsorvezető Cigány György lánya, Cigány Ildikó, aki a napokban vett részt egy Békés Csabai rendezvényen. A Gyula TV-nek adott interjúban az ország első női utasszállító pilótája, a kultúrához fűződő kapcsolatáról, illetve repüléstörténeti érdekességekről is beszélt. Olvasva az ön életrajzát, meg az önnel készült interjúkat, számomra is kiderült, hogy ki volt az édesapja. Mesélne róla egy kicsit? Nagyon sokan vannak, akik hallgatták annak idején az ő műsorát a rádióban. Igen, Cigány György az édesapám, és hát nagyon sok minden tőle származik az én életemben is, többek között már pici gyermekkoromban eljártam vele különböző helyekre, a Kinyermára és más műsorokra, nagyon érdekes helyekre, érdekes emberek közé, és hát nyilván ezért is volt bennem az, hogy a Zeneakadémiát kellene elvégeznem egyfelől, másfelől pedig édesapám volt az, aki a repülést megszerettette velem. Azt hittem, inkább a zenét szerettette meg önnel, de ezek szerint csak félig. De mondjuk az logikusabb, hogy a zenét megszerettette, ezt kevesebben gondolnánk, hogy a repülést is. Ő nagyon-nagyon oda van még ma is, 90 éves korában mindenféle repülő szerkezetért, repülőgépért, és gyermekkoromban sokszor kimentünk a Feri-egyi repülőtérre csak azért, hogy nézzük a gépeket, meg hát azt a lelkesedést, azt sikerült átültetnie belém is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt is neki köszönhetem, hogy a repülést választottam aztán. Azért onnan, hogy mondjuk kislányként kiment Ferihegyre és megnézte a repülőket, még nem következik az, ami végül is később történt. Milyen út vezetett onnan odáig, hogy ön lett a Malév első női pilótája, aki utasszállítógépet vezetett? Hát annyira nem következett belőle, hogy akkor nekem gyermekfejjel meg se fordult a fejembe, hogy én pilóta szeretnék lenni. Hát ez inkább úgy kisfiúknak szokott eszükbe jutni 10 éves korukban. Úgyhogy én tulajdonképpen akkor kezdtem el nagyon komolyan érdeklődni a repülés iránt, amikor már szinte felnőtt fejjel a Zeneakadémia elvégzése közben vagy után elkezdtem utazgatni. Tehát utasként a Malév járatain döntöttem el végérvényesen, hogy ez engem érdekel, állandóan bent lógtam a kabinban, ugye akkor még be lehetett kéreckedni, nagyon kedvesen magyaráztak nekem a későbbi pilóta kollégáim, és akkor volt egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy akkor jó, köszönöm, és akkor én ezt szeretném elkezdeni tanulni. Nem is lehetett volna pilóta, tehát törvényt vagy jogszabályt változtattak önként? Hát miniszteri rendeletet. Ez az utolsó pillanatban derült ki, mert hát ugye 8-9 év tanulás előzte meg azt, hogy a Malév közvetlen tanfolyamára bekerüljek, illetve a Malév pilótaságot megkezdjem. Nagyon kitartó volt, egy orvosi diplomát hamarabb meg lehet szerezni. Hát, és sok biztatást kaptam, hogy úgyse fog sikerülni. De hát, ha az embert valami nagyon vonzza, akkor azt úgyis lehetetlen letenni. Úgyhogy így volt ez nálam is, és valóban egy egészségügyi miniszteri rendelet valahogy megmaradt érvényben, minthogy nem volt rá ok, hogy megváltoztassák, így aztán végül én lettem az ok, és hát ez szintén egy nagyon-nagyon klassz dolog volt, mert az utolsó pillanatban, januárban kezdődött a tanfolyam, és karácsony előtt pár nappal kellett elrohannom az akkori egészségügyi miniszter úrhoz, dr. Kökény Mihályhoz, aki hát ezt aztán tulajdonképpen lehetővé tette számomra, és elegánsan törölte ezt a passzust a rendeletből. Nőként nehezebb volt helytállni? Én valahogy úgy képzelem, hogy talán egy kicsit többet vártak öntől mindenhonnan, vagy mindenhol, nem? Azt gondolná az ember, hogy igen. Ezzel szemben én azt mondom, hogy nem vártak többet, de ugyanannyit vártak. Tehát ott nincs pardon, hogy most azért, mert valakinek kettessel kezdődik az igazolvány száma, valamiért másképp lehet valamit csinálni, vagy van valami engedmény. Ez nem, ott nem voltak nemek, hogy így fogalmaz a divatosan. Ott egy feladat volt, amit mindenkinek pontosan ugyanúgy kellett ellátni, és hát remélem, hogy ezek szerint sikerült is. Nagyon-nagyon klassz kollégáim voltak, és nagyon szerettem velük repülni. Emlékszik az első útjára, amikor, mint végzett pilóta, levegőbe emelkedett? Hát, ha azt tekintjük elsőnek, amikor valóban az én kezemben volt a kormány, és mögöttem élő utasok repültek a Malév Budapest-Párizs járatán, akkor ez volt az.
de akkor még oktatóval repültem, mert hát ez így működik, hogy amikor az embert úgymond kilövik, már megvan minden vizsgája, szimulátor, és akkor az első menetrend szerinti járatokon azért még egy oktató kapitány ül mellette, és még nincs rajta a pecsét a papíromon. Úgyhogy ez volt így az első, aztán egy kicsit később, pár héttel, hónappal később meg a hivatalos első út is megvolt. Erre jött ki a sok újságíró és televíziós csatorna. Azt hittem, hogy valami nagyon híres utast hozunk, de aztán kiderült, hogy miattam jöttek. Nehéz elvezetni egy ilyen gépet? Nyilván, hogy 8 évet vagy 9-et tanul rá az ember, az azért sejtett valamit, hogy nem olyan, mint egy autó. Hát de! Bocsánat, na jó, nem, tényleg nem akarom most itt a dolgot az ellenkező előjellel se prezentálni, de azért nem olyan borzasztó ez, pláne a mai repülés egyre inkább, ugye, tehát egyre inkább úgy értjük, hogy az elmúlt 10-20-30 év arról szól a repülés történetében, hogy egyre inkább tehermentesüljenek a feladatot ellátó pilóták, személyek, és egyre több feladatot vegyen át maga a gép, ugye a technika, az elektronika. Ez azt mondanám, hogy ez persze nagyon jó, és így kell, hogy legyen, meg hát a világ e felé halad, minden más területen is, de zárójelben azért megjegyzem, hogy én nagyon szerettem azokon a gépeken repülni, ahol nem muszáj volt még minden tekintetben használni ezeket a kiváló lehetőségeket, hanem egy picit nagyobb tere volt az egyéni gondolkodásnak, a manuális ügyességnek, tehát ez számomra a repülés ezt tette nagyon-nagyon örömtelivé és vonzóvá, és hát azok számára is, akiktől én tanultam. Talpra esetnek kell lenni ehhez? Mert mondjuk egy autót ahhoz, hogy elvezessen az ember, igazából olyan különleges képesség nem kell hozzá. De egy repülő, azért ott előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor hideg vérre van szükség. Hát ezekre az úgynevezett rendellenes vagy vészhelyzetekre nyilvánvalóan ugyanúgy megkapjuk a kiképzést, erre valók a szimulátor gyakorlatok, és hát kell valamiféle rátermettség talán, amit meg a pszichológiai teszteken vizsgálnak, hogy ilyenkor az ember ne kevesebbet tudjon produkálni, hanem éppen, hogy mozgósítani legyen képes minden energiáit. Szerencsére ilyen azért a valóságos életben ritkán adódik. Volt ilyen? Ilyen kifejezett vészhelyzet nem. Azt gondolom, hogy nagyon ritkán jut. A legtöbb pilóta úgy fejezi be a nyugdíjasként a repülését, hogy nem találkozott komoly vészhelyzettel. Hát kisebb dolgok azért állandóan vannak, meghibásodások, időjárási helyzetek, ezek olyanok, amik színesítik az életünket. Miért hagyta abba a repülést? Rutinná vált, elég volt, nem talált benne kihívást, vagy valami mást keresett? Hát tulajdonképpen mindkét válasz igaz. Rutinná vált volna, ha nem hagyom abba, talán inkább így mondom. Tehát én úgy hagytam abba, hogy csupa jó emlékem van, csupa nagyszerű emlékem marad, és az az érzés, hogy ez valóban egy kihívás volt, valóban feladat volt, valóban csodálatos pillanatokat éltünk meg a kollégáimmal együtt. Mondjuk a konkrét okot azt szolgáltatta, hogy a Boeing 767-es típust, amin akkor repültem, hozzá kell tenni, hogy ez a magyar lajstromba valaha repült legnagyobb repülőgép volt, a két folyosós, úgynevezett heavy kategóriájú, ugye maximális felszállósúlya 186 tonna körül volt, ha jól emlékszem, tehát ez azért már nagy madár, és ezzel repültük a tengeren túli járatokat, New York, Toronto, Bangkok, és ezt megszüntették. Úgyhogy egy picit akkor én elgondolkodtam, hogy hát most hogyan tovább, milyen lehetőségeim adódnak, külföldre nem szerettem volna elmenni, és hát aztán, minthogy az én életem azért sok minden másról is szólt, akkor is, meg azóta, meg pláne, egy huszáros döntéssel úgy gondoltam, hogy akkor ez most eljött az ideje, hogy akkor most viszont abba hagyjam. És már huszáros döntés, mi volt ez a másik ló, amire átült? Hát nem ló volt, bár az sem már távol tőlem, de nagyon-nagyon szerettem én világéletemben az állatokat, a természetet. 5 évig tanultam is levelező hallgatóként vadbiológiát a Soproni Egyetemen, meg hát ugye jóga oktatói papírt szereztem, sportedzőt karate szakákban, gyógynövényes szakvizsgát tettem, tehát azért sok minden érdekel. Hát nem beszélve az írásról, ami átszövi az életemet, és tulajdonképpen talán az is édesapám örökségeként folyamatosan velem van. Most már olyan 10-11 kis könyvecském jelent meg, ezek ilyen lírai novellák, hát többek közt a repülésről nyilvánvalóan. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy
van elég érdeklődés bennem a világ más dolgai iránt is, és aztán dolgoztam. Fővárosi állatkertben dolgoztam, Állatorvostudományi Egyetemen, állatorvosi asszisztensként, és hát amiket mondtam, tulajdonképpen azzal foglalkozom máig is, illetve a Veresegyházi Televízióban készítek kis állatos műsorokat. Úgyhogy valamilyen módon inkább visszatértem a kezdetekhez. És ez a tévézés, az hogy jött? Mert hát azt nem mondtam, mert így ennyire részletesen nem mentünk bele, de hát azért a mi családunknak erről szólt az élet, hogy tévé, zene, irodalom, és az első munkahelyem nekem tulajdonképpen a Magyar Televízió volt, amit a repülésbe való beleszeretésem miatt negligáltam és engedtem el, úgyhogy ilyen módon egy picit azért ilyen ABA formás az életem, hogy amikor meg ezt kellett elengedni, akkor visszatértem a gyökerekhez. Sokan keresik? Mert én arra következtetek, hogy igen, különösen ha megfordulnék és oda tekintenék, ami mögöttem van, mert hát számomra kicsit meglepő volt már maga ez a rendezvény is, illetve az is, hogy Sós Imre ilyen embereket talált, akik akár országosan is érdekesek lehetnek. Nagyon-nagyon örülök, hogy eljöhettem ide, mert azért Békés Csaba kicsit messze van Gödöllőtől ahhoz, hogy az ember úgy magától minden nap erre szaladjon, és nagyon tetszik, és ez a vízpart, ezt nem mondtam, hogy mióta nem repülök, azóta a víz a mániám, úgyhogy ez a mai nap, hogy a közlekedési kultúra napja, nekem tulajdonképpen mind a három változata nagyon közel áll a szívemhez, mert elképesztő mennyiséget autózok és autóztam eddig életemben, és amióta nem repülök, azóta ami hajó, az nekem mind azonnal térdre borulok, és a gyönyörűség átölel. Úgyhogy itt a Körösök vidékén én nagyon-nagyon jól érzem magam, és remélem, hogy még máskor is visszajöhetek ide. Sajtóbejárást tartottak a napokban a Kohán képtárban. A Magyar Géniusz kiállítás helyszínén bepillanthattunk az előkészületekbe. Az eseményen Fábián Tamással és Liska Andrással beszélgettünk. A Magyar Géniusz Vándor kiállítás előkészületi munkái nagyjából két hónapot tesznek ki. Az első hónap az a Kohán képtár gyakorlatilag teljes átalakításáról szól, hiszen a Vándor kiállítás munkatársai gipszkarton falakat emeltek már, festettek, padlószőnyeget raktak már le részben, és kerülnek majd le újabb ilyen elemek. És a második hónap pedig maguknak, a tárgyaknak költöztetéséről szól majd, így válik lehetővé azt, hogy június 25-én már a nagy közönség is megtekinthesse ezt az egyedülálló tárlatot. Gyulaiként igazán büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen országos rendezvény, ilyen kiállítás sorozat egyik helyszíneként nálunk lesz megtekinthető a Magyar Géniusz kiállítás. Június 24-től lesz látható itt a Kohán képtár épületében, egészen egy hónapon keresztül, július 23-áig tekinthető meg ez a fantasztikus anyag, ami az ország 67 vidéki múzeumának, gyűjteményének anyagából áll össze. Régészet, néprajz, történet és képzőművészeti tárgyak alkotják ennek a hatalmas nagy anyagnak a gerincét, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden egyes vidéki múzeum, nem csak a megyei jogú városokban, vagy az egykori megyei múzeumok gyűjteményeiből származó anyagról van szó, hanem egészen kis gyűjtemény is hozzájárultak ennek az anyagnak, illetve a kiállításnak a létrejöttéhez, és mindenki a legszebb, legértékesebb tárgyát ajánlotta fel, és nélkülzi erre az időszakra. Úgyhogy például mi is a Erkel Ferenc Múzeum egyik legértékesebb tárgyát, Erkel Ferenc aranykoszorúját ajánlottuk erre a kiállításra. A tárlaton látható lesz többek között Csontváry Koszka Tivadar egyik festménye, vagy éppen egy Medgyánszky kép, aranytárgyak, honfogláskori tarsó, lemezek, vagy éppen Deák Ferenc levele, egy 48-as honvéd zászló, vagy éppen egy debreceni cifraszűr, egy nagyon heterogén anyagból áll össze ez a kiállítási anyag, és a tárlaton különleges módon lesznek bemutatva ezek a tárgyak, egy-egy olyan témaköré csoportosítva, ami valóban a kiállítás látogatói számára könnyen érzékelhető és könnyen befogadható információkat oszt meg.
vannak olyan programok is, olyan elemek a kiállításban, amik valóban a gyermekek, fiatalok, iskoláskorúak számára könnyebben befogadhatók. Egy múzeumpedagógiai program is kapcsolódik egyébként a kiállításhoz. Érdekességként említem, hogy egy vetítéssel kezdődik, aki belép a kiállításba, rögtön egy négy különböző pontról projektorokkal vetített kis produkciónak a részese lehet, és csak ezután tud tovább menni a kiállításba. És azt gondolom, hogy azok számára, akik egy picit jobban érdeklődnek a történeti értékek iránt, ugyanúgy érdekes és érdemes megnézni ezt a kiállítást, mint akik például csak a kézművészet tárgyak iránt érdeklődnek. Tulajdonképpen bárki számára nyitott a kiállítás, és hát az egy hónap, amíg nyitva lesz itt a Kohán Kétterben, nagyon rövid idő, úgyhogy mindenkit szeretnék biztatni, hogy időben érkezzen meg, és próbálja megnézni ezt a fantasztikus kiállítást, hiszen ezek után majd csak Debrecenben, vagy éppen Győrben lesz látható. A kiállítást elsőként a kecskeméti cifrapalotában nyitották meg, ez volt a tárlatnak a debütálása, és rögtön második helyszínként itt a turisztikai főszezonban már Gyulán a Kohán Képtárban lesz látható a tárlat. Ezután Debrecenbe viszik, Eger, Szekszárd és Győr után pedig 2023 nyarán Budapestre a Nemzeti Múzeumba fog érkezni a kiállítás, és ott zárul ez a Magyar Géniusz tárlat. 67 gyűjteményből összesen 154 darab műtárgyat mutat be a kiállítás, régészeti tárgyakat, történeti érdekességeket, néprajzi gyűjteményekből származó tárgyakat és fantasztikus minőségű képzőművészeti alkotásokat is láthatunk majd a kiállításon. Talán fontos kiemelni azt, hogy ez a Magyar Géniusz tárlat egyrészt tiszteleg a Magyar Múzeumügy 200 éves története előtt, amiből több mint 150 évet a magyar vidéki múzeumok is magukénak tudhatnak, hiszen például a Gyulai Múzeum is több mint 150 éve az elsők között került megalapításra, gyakorlatilag a 19. század második felében és a 20. században ezek a vidéki múzeumok alkották a múzeumügynek a gerincét, és olyan felbecsülhetetlen értékű műtárgyi anyag gyűlt össze ezekben a gyűjteményekben, ami valóban érdemes egy ilyen komplex, együtt történő bemutatásra. Igazából ez teljesen példaértékű, ilyen még sosem volt, ilyen kezdeményezés még sosem volt, hogy minden egyes gyűjteményből a legértékesebb műtárgyakat egy helyre koncentrálva egy vándorkiállítás keretében mutassák be, úgyhogy ez talán ami igazán kiemelendő itt a tárlat kapcsán. A Békés Csabai turisztikai főpályaudvar az elmúlt napokban nyitotta meg legújabb kiállítását, melyen ismét hobbi gyűjteményt mutattak be a közönség számára. Ezúttal borotva pengéket és borotválkozási eszközöket lehetett megcsodálni. A tárlat anyagát a budapesti Marosi József hozta el Békés Csabára. Ez úgy jött nekem véletlenül. Soha nem gondoltam arra, hogy én ilyet fogok gyűjteni. Az öcsém gyűjtött borotva pengének a címkét, és én segítettem neki, hogy kicsit elrendezzem országok szerint. Pár száz darabja volt, és hát oda ragadtam hozzá, megtetszett, ez 1968-ban volt. Azóta gyűjtöm, hát ez a pár száz darab borotva címkéből most 39.640 darab van, úgyhogy ez a világ második legnagyobb gyűjteménye, és közben folyamatosan jöttek a borotva készékek, nem gondoltam, hogy fogom gyűjteni, de volt egy barátom, azt mondja, egy gyerek borotva készékre, hogy kell-e, ha nem kell, kidobjál, eszedben nem is van kidobni, add ide. Aztán innen is jött, onnan is jött, míg aztán végül most már több mint 1500 darab borotva készüléken van, több mint 570 darab borotva kés, és a hozzátartozó fenők, meg illatszer, púdertartó, víztartó, ilyen borotva habzótála, tehát minden, ami a borotválkozással kapcsolatos, az már minden van a gyűjteményemben. Marosi József 1968 óta gyűjti a borotva pengéket és a borotválkozással kapcsolatos termékeket. A kiállításon olyan eszközzel is találkozhattunk, melyet még az első vagy a második világháború idejében használtak.
A kiállítást Erdész Ádám, a Békés megyei levéltár igazgatója nyitotta meg. Én úgy gondolom, hogy minden olyan kiállítás, amikor különleges tárgyakat gyűjtenek, az különleges. Ez azért volt az, mert alkalmat teremtett arra, hogy a kultúrtörténetből bizonyos mozzanatokat felidézzünk. Felidézzük azt, hogy mikor is kezdtek el borotválkozni, mivel borotválkoztak, olykor maga a borotválkozás ténye politikai hovatartozást jelentett. Mikszátnak van egy kis karcolata az Ábrányi családról, amit azzal kezd, hogy ha rájuk nézünk, mindenki megtalálhatja a maga ideálját. Ott van az idős Ábrányi Kornél, a maga körszakálával, bajuszával, nyilván ez a Kossuth János hozzáállást jelképezte. Ha uralkodóhoz lojális állampolgár tekint rájuk, akkor megtalálja a fiát, akinek középen ki van borotválva a szakálla, magyarán ugye akkor ez egy kicsit aulikusabb viselet, és ott van egy igazi művészember, aki úgy néz ki, mint Goethe, se szakál, se bajusz. No, hát ilyen történet ugye nagyon sok van, és ha végignézünk ezeken az eszközökön, még több eszünkbe jut, hogy használták ezt a 18.-19. században a Békéscsabai elöljáróságon, ahol az elöljáróknak, esküdteknek járt az étkezés mellett minden nap egy beretválás, hogy vált akár politikai eszközé egy borotva, amikor 48 után a Kossuth szakált viselő levélhordót elkapták, és azon helyben leborotválták. Szóval nagyon színes, érdekes asszociációkra alkalmat teremtő kiállítás. A kiállítás megnyitón Sós Imre, a turisztikai főpályaudvar állomásfőnöke elmondta, már hosszú idő óta tervezi, hogy hobbi eszközöket kutasson fel az országban, és a borotvapenge kiállítás nem az utolsó állomás ennek a kezdeményezésnek. Nem volt túl könnyű. Magáról ilyen gyűjteményről, ami egyébként engem is megdöbbentett, 2 éve értesültem Parag Péter budapesti képeslap készítőtől, aki itt volt nálam, ő mesélt arról, hogy Szegeden volt, és az egyik taxiba, amibe beült, útközben a taxisofőr mesélte, hogy milyen gyűjteménye van, ami borotvapenge. Hát ő is megdöbbent, és úgy tudom, hogy neki meg is mutatták, vagy meg is mutatta a Bogdán István, és kértem, hogy adja meg az elérhetőségét, hiszen a témát olyannak tartottam, hogy ezt mindenkinek látnia kellene. Akkor beszéltem vele, és úgy állt hozzá, hogy pozitív lesz, tehát elhozza az anyagát, viszont eléggé elfoglalt, és nem jött össze. Februárban ismét megpróbáltam keresni az ügybe, és mondta, hogy eladta a gyűjteményét Marosi József budapesti gyűjtőnek. És hát megadta az elérhetőségét, és a Marosi úrral is vettem a kapcsolatot. Ők április elején a térségben voltak, és ellátogattak ide is, és megbeszéltük a részleteket, és tulajdonképpen egy hónap alatt minden megvalósult ahhoz, hogy ezt az érdekességet, különlegességet mindenki láthassa.